tekerni fogunk képletesen, biciklizni fogunk nevezetesen a munkába. Itt vannak vendégeink Révész Márius és Halász Áron. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadták a Kerékpáros Klub szóvívője. Pont így folytattam volna én is egyébként, hogyha, de akkor mondjuk is. Igen, de nem, mert így van, Áron ugye a Magyar Kerékpáros Klub szóvívője. Te meg, vagy ön meg ugye, mint már is, ugye mindig kell tegeződni, mindegy, a kerékpározásért felelős kormány biztos. Na. Még egy napig biztos. Még. De ez folytatás egyébként? Majd kiderül, de elméletben az új parlament megalakulásával ér véget a mandátum, és aztán majd kiderül, de hát előbb nyilván a miniszterek nevezése van napirenden. Nem beszéltek még róla? Még nem jutottam el odáig. Ne. Van ilyen a politikában, hogy valaki nem jut el addig, hogy most lesz a folytatás, vagy nem? Hát majd eljut. Hát most a miniszterek megnevezése van napirenden, és aztán majd ennek az államtitkárok. Épp ezt beszéltük Áronnal, hogy nagyon sok közös programunk is van, meg ezen kívül is a turistaházak felújításától kezdve a KRESZ módosításon keresztül a bringáza munkába, amelyek még nincsenek olyan állapotban, hogy teljesen stabilan megálljanak a közigazgatás útvesztőiben. Mielőtt rá is érünk, igen. Sok-sok olyan program van, amit még érdemes lenne egy kicsit nevelgetni. Egy dolgot megígértem a bringás kollégáknak már ma reggel, akik a folyosón elkaptak, amiatt, hogy ő jön ma, el ne felejtsük megkérdezni, mielőtt a bringáza munkába témakörre áttérünk, hogy mi lesz a KRESZ módosítással. Hát körülbelül egy olyan 11 alkalommal ültünk le, és a kerékpáros klub képviselőivel ilyen 3-4 órát tárgyaltunk, meg autóklubbal, meg sok mindenkivel, úgyhogy összeállt egy elég komoly módosító csomag, ami egyébként nem csak a kerékpárosokról szól, hanem ugye az egész közlekedés biztonságról, tehát nagyon sok fontos eleme van, hármat, hogyha itt röviden szeretnénk egy közlekedési munkafüzetet adni minden általános iskolásnak. Tehát kimet egy 12 éves gyerek biciklizni az utcára, de senki nem kérdezi meg, hogy egyetlen táblát is ismere. A másik a Bécsi Egyezményből a gyengébb közlekedők védelmét, azt mindenképpen szeretnénk a KRESZ-be bevenni. És hát most még van egy olyan ötletem, hogy nagyon sok gyalogos gázolás történik zebrán, hogy a következő megbeszélésen az is egy javaslat, hogy erre térjünk vissza. És hát a harmadik közlekedés? A harmadik az, ami nagyon fontos, ez a másfél méteres előzési oldaltávolság, amit szeretnénk nagyon erősen kampánnyal vinni. Mindig el szoktam mondani, mert hogy Dániában vagy Franciaországban ilyen van, az természetes, de hogy már Romániában is ez szerepel a KRESZ-ben, a Magyar KRESZ-ben, nem ez azért szokott hatni. Várjon, a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha megy egy kerékpáros az úton, akkor másfél méterre lehetne távolodva megelőzni? Magyar KRESZ-ben azt szerepel, hogy megfelelő oldaltávolsággal kell előzni. Az messze semmit fog meg. Ha baleset van, akkor a bírósági gyakorlat most is az van, hogy egy másfél méteren belül teljesen egyértelműen az autós nyakába varja a felelősséget, mint ahogy ez ott is van valójában. És Nyugat-Európában sorra kerülnek be a KRESZ-be a különböző szabályok. Általában az a leggyakoribb, hogy a városon belül egy méter távolsággal, a városon kívül másfél méterrel kell előzni. És hogy Krisztinának a kérdésére is válaszoljak, a kerékpárosoknak a legfőbb követelése egyébként, hogy a kötelező kerékpárút használatot azt meg kell szüntetni, mert néhány helyen olyan rossz minőségű a kerékpárút, vagy mondjuk az a kerékpáros, aki hétvégén felül a biciklire és akar menni 130 km-t 35-ös tempóval, az nem fog tudni menni a kerékpárúton. Úgyhogy ezek mind-mind mind szerepelnek. Az, az igazság, hogy van ígéretem, hogy támogatása lesz, nem mondom, hogy minden elemnek, de az a helyzet, hogy a választás előtt ez nagyon könnyen ilyen politikai kérdésé vált volna, és mivel több autós van, mint biciklis, ezért az a döntés született így közös megegyezéssel, hogy ezt érdemes választás egy kicsit után nyugodtabb időszakra hagyni, amikor kisebb a viták eldurvulásának a veszélye. Akkor hajrá, akkor most hát átmegy végül. Valóban ez az egyik legfontosabb hát kérés, követelés vagy igény, hogy ez megváltozzon. Ez egy jogos igény. Több szempontból is egyébként, mint amit most a kormánybiztos úr említett, nem? Nagyon régóta kéri a kerékpáros klub már ezeket a változtatásokat. Az egyik pont az oldaltávolság bevezetése. Én annyit javítanék ki, hogy nem is autósok, kerékpárosok
konfliktusáról van itt szó, egyszerűen arról, hogy jobban tudjunk együttműködni az utakon, bárki bármivel közlekedik. Nem konfliktus, én most például autóval jöttem egy... egyébként, igen? Pedig amúgy bringázom a munkába. Én pedig biciklivel jöttem. Tényleg? Úgy, pedig hogy, ugye mi kint vagyunk Kőbányán, csak a nézők kedvéért mondom, hogy nem vagyunk a belvárosban. Nem egy könnyen lehet, elérhető helyszín. Egy kilométerre lakom, de mentségembe szolgáljon, hogy ezt követően mondom. A Batthyányi térre is biciklivel fogok menni. Távolságról jöttél most kocsival? Hát én a belvárosból jöttem, de a tévé küldött taxit, úgyhogy nagyon rendesek voltak. Na, beszéljünk viszont akkor a programról, ez már több mint 10 éve működik ez a Bringázza munkába. Milyen változáson ment keresztül ez a program? Mennyire lehet érzékelni azt, hogy tényleg, hogy egyre népszerűbb közlekedési forma, ha máshova nem is, de mondjuk az ember, hogy biciklivel megy el a munkahelyére? Egyre népszerűbb, most pont a 2 héttel ezelőtti bringás felvonulás előtt, tehát még a nagy hullám előtt néztük meg azt, hogy idén mennyien bringáznak a mindennapokban. A budapesti kerékpárszámlálók is például azt mutatták, hogy ezeken a helyeken 5-6 hely, ahol van ilyen mérő, többen bringáznak, mint tavaly. Tehát egyre minden évben csodálatos. Népszerűbbé válik ez a közlekedési eszköz, valószínűleg azért is, mert látják egymás példáin, hogy ez egy nagyon egyszerűen megoldható dolog, bár még lennének fejlesztési igények, de ennek ellenére is az emberek megtalálják az útjukat, hogy hol lehet jól kerékpárral közlekedni, akár a munkában is. Én azért nem mennék például, mert az ember akkor így megizzad nyáron, akkor az kell ez egy helyiség, ahol az ember szépen le tud vetkőzni, le tud zuhanyozni, vissza tud öltözni. Mindenkinek egy kérdésem lehet, hogy itt az ATV-ben ezt nem oldható meg? De. Itt van. Nem nekünk, akarok mondani, akkor semmit ezekre az érdekre. De várjon, mert ugye az oké, okay, itt nekünk ez megvan, mert hogy jönnek a műsorvezetők, átöltöznek, külön helyiség, zuhanyzó. Na, tehát ez azért ez speciális munka. Ez így van, de ha például az ATV műsorvezető jó példát mutatnának, és ők is azt mondanák, hogy mivel itt megvan a lehetőség, ők kerékpárral jönnének, akkor szerintem ennek lehet, akkor, hogy lenne hatása. Ha teljesen igaza van, és más munkahely is építene zuhanyzót. Ez nem feltétlenül kell egyébként zuhanyzó. Na, a legtöbb, nézzük, hogy úszható meg a legtöbb megtett út az nagyjából olyan 3-5 kilométer a városban, az pedig egy egyszerű városi biciklivel, akár így inkben is nagyon kényelmesen meg lehet tenni. Nyilván vannak különböző esetek, amikor valaki messzebb megy, lakom. Természetesen. Édes, ez egész Skandinávia felül van. Úgyhogy meg kell nézni akár Skandináviát, akár, de azokat az embereket, akik Budapesten is, vagy vidéken is bicikliznek, Magyarországon nagyjából a lakosság 23%-a rendszeresen kerékpározik. És de ők nem úri-muriból. Nem úri-muriból, hanem azért, mert ez egy gyors közlekedési eszköz. Ha kapok egy cégtől elektromos biciklit például, akkor olyan szívesen jövök elektromos biciklit. Megpróbáljuk beszélni valamelyik magyar kerékpárgyártóval, de akkor azzal kell jönni. De akkor ráragadsz az elektromos bringára. Most a tréfát visszatérve, igen. Itt Budapesten 2,5% a kerékpáros közlekedőknek a napi részaránya. Az egész városban, a belvárosban jóval magasabb. Magasabb. Budapestről beszélek, tehát pontosan fogalmaztam. És az a tapasztalat, hogy minden európai városban ez folyamatosan nő. És az is tapasztalat, aki mondjuk van, vagy járt Kopenhágába, vagy különböző holland városokba, hogy azok a városok azért minden szempontból élhetőbbek, ahol csodálatos. Sokan bicikliznek. Tehát Kopenhágába a budapesti 2,5%-kal szemben 37%. Pedig ott az időjárás egy kicsit zordabb, vagy kevésbé kerékpáros barát, mint nálunk. És ettől a városnak ilyen egészen fantasztikus hangulata van. De el is tűntek az autók. Az autókat, tehát hogy nagyon, nagyon fantasztikusan működik az egész, és az egész város az élhetőbb lesz. És egyetlen dolgot még hadd emeljek ki, ezt is a kerékpáros klubtól hallottam, úgyhogy hadd plogizáljak. Nyugodtan. Tehát, hogy egy amerikai kutatás szerint azok, akik kerékpárra járnak munkába, azok nem csak egészségesebbek, hanem a várható élettartamuk 2 évvel magasabb. Ja, ja. Ha most rá tudunk venni 100 000 embert, hogy kerékpárra járjon, akkor 200 000 évet adunk a magyar társadalomnak. De hogy mivel vegyük rá? Na, szeretnék visszatérni a konkrét programra, az applikációra, na, napi szintű ajándékokra. El ne menjenek úgy, hogy nem mondtuk el azt, hogy egy applikációval lehet mérni, sőt, érdemes is, hogy ki mennyit bringázott, aki most beszáll. Ez gyorsan kérlek, még mindenképp mondani. Jövő hétfőn indul a kampány, egy hónapig tart, és legalább 10 000 embert szeretnénk rávenni, hogy ők mérjék applikációval, hogy hogyan
közlekednek. A bringazamunkava.hu oldalon már meg lehet találni ilyen alapvető részleteket. A lényeg az az, hogy a Bike Citizens nevű appot kell letölteni, és annyi az egész, hogy amikor elindulunk a munkába, akkor bekapcsoljuk, amikor odaértünk, kikapcsoljuk, visszafele ugyanez. Ezzel részt veszünk egy nyeremény sorsolásban, nagyjából 4 millió forint értékben sorsolunk nyereményeket. Nem kevés. Biciklit, elektromos biciklit is. Nagyon sok kiegészítőt, utazást, meg egyéb mindenféle szuper dolgokat. Ezeket folyamatosan most frissítjük és tesszük fel lassan a honlapra, úgyhogy mindenki majd kövesse be Instagramon, Facebookon a Bringázza munkába oldalt is. A lényeg az az, hogy kedvet adjunk a kerékpározásra annak, aki még mondjuk nem biciklizik azért, mert azt gondolja, hogy mondjuk meg fog izzadni. Ki lehet próbálni, meg lehet nézni, hogy kinek milyen bringa illik, milyen távolság, milyen utakon szeret menni. Az biztos, hogy szabadabban indul a napja, egyszerűbben, talán stresszmentesebben is. Sokkal stresszmentesebben. Nem kell várni rá, nem kell parkolóhelyet keresni például, és utána még mondjuk hazafele be tudunk ugrani a boltba, vagy tudunk találkozni egy barátunkkal sokkal egyszerűbben. Meg tudsz inni egy pohár sört. Féljetek, nem, hosszas... azt már nem tudsz. Bocsánat. De, igen, nem lehet alkoholt fogyasztani bringán. Amúgy nem, meg az a baj, hogy nagyon durván lejárt a beszélgetésünknek az ideje. Akkor csak gyorsan még egyszer elmondom, hogy hogy nyersz elektromos bringát, Robi. Igen. Rámész a bringázzamunkába.hu-ra, a Bike Citizens-t applikációt letöltöd a telefonodra, és minden indulásnál bekapcsolod, és nem felejted el kikapcsolni, amikor megérkeztél. De azt mondta a Révész Máriusz, aki a mai nappal az utolsó kormánybiztosi napját tölti ebben el. Ebben a ciklusban? Ebben a ciklusban, így van. Hogy? Drukkolunk, hogy így folytassam. Hogy te csak úgy kapsz a nélkül, és nem kapsz. Szerez. Bike Citizens. Egy fontos információt még hadd mondjak el, hogy, hát hiszem, hogy ez a program a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Kerékpáros Klub összefogásából tudott elindulni, az anyagi forrásokat mi támogattuk, viszont a Kerékpáros Klub az rengeteg munkát és szervezőerőt rakott bele, úgyhogy minden együtt áll ahhoz, hogy sokkal többen menjenek, mint a legutóbbi alkalmából. Hajrá! Köszönjük szépen! Köszönjük!